Azt a legtöbben tudják, hogy mi történt 1848. március 15-én, de hogy ki találta ki a kokárdát, miért ilyen volt a kokárda, ilyen volt az eredeti kokárda, kik hordták és milyen egyenruhák voltak, azt most a Hadtörténeti Intézetben megmutatták nekünk. Ugye a magyar kokárda azért különösen érdekes, mert heraldikai szempontból voltak éppen egy téves konstrukcióról van szó. Ugye a heraldikai előírások szerint a zöldnek kellene kívül lenni, és a pirosnak kellene belül lenni. Tehát mindig, amikor jönnek olasz vendégek, akkor mondják, hogy milyen rendesek a magyarok, ugye, hogy az olasz kokárdák hordják ilyen módon. Egyértelmű, hogy kívül van a piros, és belül van a zöld. Melyik az eredeti? Ez bizonyosan eredeti. Szerintem a magyarázata egyébként az lehet a dolognak, hogyha ugye teljes kört alkotunk a szalagból, akkor valóban úgy lenne helyes, hogy kívül zöld, belül piros. De abban a pillanatban, mint farkincája van a kokárdának a szalagból, akkor viszont elég hülyén néz neki, hogyha fölfelé állna az a bizonyos farkinca, lefelé viszont meg az néz neki rosszul, hogyha nem a nemzeti színeknek a megfelelő sorrendjét követni, és szerintem ez lehet a magyarázata alapvetően annak, hogy Magyarországon ez a formula rögzült. Ugye ez a fehér kabát, ez a sorezredeknek az egyenruhája volt. Nagyon utálta a legénység, ugye, mert mindig koszos lett a különböző gyakorlatok és egyebek alkalmával. Ezért aztán a rendszeresített viselethez hozzátartozott a kréta is. Itt ugye a legmagyarabb csapatnemnek, a huszárságnak az egyenruháját, egy huszár dolmányt láthatunk. Na most ugye látszik, hogy milyen sűrűn van zsinórozva és milyen gazdagon van díszítve. Ennek azonban védelmi funkciója is volt, tehát ez a fajta sűrű zsinórozás kisebb karcsapások vagy kisebb döfések ellen megvédte a katonát. Ez egy nevezetes személyiségnek az egyenruhája, Guyon Richard honvédtábornoknak, vagy Richard Guyon honvédtábornoknak az egyenruhája. Róla azt szokták mondani, hogy hihetetlenül bátor volt. Ugye 1849. február 5-én ő foglalt el a Branyiszkói hágót az ellenséges csapatoktól, előre megírta a hadi jelentést, és csak a pontos időpontot, a halottak és a sebesültek számát hagyta ki belőle, majd pedig zsebre vágta, és azt mondta, hogy vigyen el az ördög, ha át nem megyek rajta már, mint a hágón. Ugye, ahogy nézem, ez az egyenruha, ez nagyon pici, ez talán rám hajó. Igen, hát ebben a korszakban azért az emberek jóval alacsonyabbak voltak. 160 centi alatt volt a sorozási magasság, és időnként még ez is problémát okozott, tehát amikor 1848 tavaszán elrendelik a honvédek toborzását, akkor egy csomó helyen azért nem lehet bevenni az önkénteseket honvédnek, mert egy kicsit fölé nyomták, tehát azt hiszem, ilyen 165 centire nyomták a jelentkezőknek a kötelező magasságát, és Szabolcs megyéből írják is, hogy inkább terebélyes, mint magas népünk nem üti meg ezt a színvonalat, és aztán le is vitték a magasságot. Ugye ez abból fakad, hogy azért a lakosság jóval kevésbé változatosan táplálkozott, jóval erőteljesebb fizikai munkát végzett. Ez a szolgálati karda, hogy ki van írva, ugye a Szabadságharc egyik legérdekesebb egyéniségének, Damjanich János tábornoknak a tulajdonát képezte. Nagyon érdekes, hogy itt Medve Imrének a képén, ami mögötte látható a nagysalúi ütközetben, itt ugye Damjanich ott gyakorlatilag ezzel a fringéjával a kezében láthatjuk. Mi lett Petőfi Sándorra? Mi az, amit tudni lehet róla? Ugye az elmúlt évtizedekben nagyon sok találgatás volt ezzel kapcsolatban. Igen, hát ugye 1849. július 31-én a Segesvár és Fehéregyháza közötti ütközetben, amikor az orosz lovasság elsöpölte a magyar lovasságot és a magyar gyalogságot, akkor Petőfi is menekülni kezdett Fehéregyházáról Héjasfalva irányába. Az utolsó szemtanúk ugye menekülés közben látták. Elég nagy a valószínűsége annak, hogy ott az üldöző kozákok vagy az üldöző dzsidások áldozatául esett.
Fölvetődött persze már az 1850-es évektől kezdve az, hogyha senki nem látta pontosan elesni, és hogyha nem került vissza Bemapóhoz, akkor nyilván a muszkák elvitték magukkal, és Szibériában tengeti az életét. Már a 19. század végén megjelentek ezzel kapcsolatos találgatások, tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy együtt volt vele a szibériai ólombányában, de aztán az illetőről kiderült, hogy egy büdös szót nem tud oroszul, és hogy még a neve sem volt igaz, amit mondott magáról. Na most 85-ben, vagy 84-85-ben indult újra, ugye ez a Barguzini história, vagy rím történet. Gyakorlatilag azoknak, akik ezt kitalálták és elkezdték hirdetni, egy valamit kellett volna összesen bebizonyítaniuk, azt, hogy akár egyetlen egy magyar hadifoglyot az orosz hadsereg kivitt Magyarország területére, az orosz birodalom területére. És ezt soha nem sikerült bebizonyítaniuk. Akkor haza is hoztak csontokat. Ki ez a csont? Hát ugye ezzel a csontvázzal az a baj, hogy ez jelen ismereteink szerint egy női csontváz. Tehát lényeg az, hogy Petőfi Sándorról jelenleg is csak azt tudjuk elmondani, hogy missing in action, tehát hogy nyomtalanul eltűnt Segesvár és Fehéregyháza térségében, de az egészen bizonyos, hogy Szibériában nem vitték, és hogy nem Szibériában halt meg.